Sziasztok, kedves nézőim! Az intelligens megoldások régen túlnőttek a lakások és a magánháztartások falain. Ha esetleg nem tudnátok, az új trend már egész épületek automatizálása. Képzeljétek el, hogy vannak olyan városok, ahol minden ház és infrastruktúra az okos előtaggal rendelkezik. Szingapúrról, a dél-kelet-ázsiai törpe államról beszélek. Szingapúr 1965-ben nyerte el a függetlenségét Malajziától. Ma a világ egyik legfejlettebb városa. 5,8 millió ember él a 716 négyzetkilométeres területen, az egyfőre jutó GDP 80 ezer dollár. Ezzel a mutatóval Szingapúr az első 10 ország között van, pedig fél évszázaddal ezelőtt még csak egy kis szegény ország volt, ahová még az ivóvizet is importálni kellett. Példaértékű, amiatt végbe ment. A szegény országnak nagyon kellett a pénz. Szingapúrban nincsenek ásványkincsek, amire ipart lehetett volna építeni. Az éghajlat és az édesvízhiány miatt pedig a mezőgazdaság is elképzelhetetlen volt. Csak a belföldi befektetések segíthettek a kisállamon. Ma Szingapúrnak már számos olyan stratégiai nemzeti projektje van, amely valóban intelligenssé teszi a várost. A város az új technológiák kísérleti laborjává vált. Néhány évvel ezelőtt Szingapúr elfogadott egy intelligens városfejlesztési programot. Ez a városi élet és infrastruktúra minden területét érinti. A közlekedést, a távközlést, az egészségügyi szolgáltatásokat és az erőforrás felhasználást. Szingapúr kiugró népsűrűsége óriási erőfeszítést igényel, hogy a közlekedési utak járhatóak maradjanak. Az 5,8 millió lakosú városban mintegy 1 millió autó közlekedik az utakon, amelyek a sziget területének 12%-át teszik ki. Annak érdekében, hogy a lakosokat a magánautókról a tömegközlekedésre tereljék, a helyi hatóságok hatékonyan alkalmazzák a büntetés és mézes madzag módszert. A büntetés az autók megfizethetetlenül magas ára, amit a brutálisan magas importadóval érnek el. Egy szabványos kis autó körülbelül 500 ezer dollárba kerül. De ez még nem minden. Aki autót akar vezetni, annak nem csak jogosítványt kell szereznie, hanem egy speciális jogosítványának is kell lennie, ez pedig kb. 70 ezer dollárba kerül, és csak 10 évig érvényes. A mézes madzag pedig könnyen kitalálható, a szupermodern és szuperhatékony tömegközlekedés. Először is ott van a metróhálózat, az MRT, amely az egész várost behálózza, és teljesen automatikus üzemmódban működik. Azután ott vannak a kényelmes buszok, amelyek érkezési idejét egy mobil alkalmazáson keresztül lehet megtudni, és az alkalmazás azt is megmondja, hogy van-e elég szabad hely az érkező buszon. Az összes tömegközlekedési eszközön érintésmentesen lehet a menetjegyet megvenni, egy másodperc sem vészel feleslegesen. De Szingapúr nem állt itt meg. A város már teszteli a vezető nélküli közösségi autókat, amelyek az amúgy eléggé sűrű közlekedést lesznek hivatottak csökkenteni. A turistákról sem feledkeztek meg, fél tucatnyi városnéző buszjáratot indítottak, kifejezetten az ő számukra. Egy, kettő vagy három napra is lehet jegyet venni, és annyit utazhat az ember, amennyit csak akar. Bármelyik megállóban le és fel lehet szállni, a legfontosabb helyeken pedig át lehet szállni egy másik járatra. Ezek az útvonalak a város minden zugába elviszik az embert, nem csak városnézésre alkalmasak, hanem mehetünk velük bevásárolni, múzeumba, vagy egyszerűen este vissza a szállodába. Ha pedig későre jár és a buszok már nem közlekednek, bármelyik bevásárlóközpontnál egy gomnyomással hívhatunk taxit. Aki szívesen vesz igénybe Ubert vagy más hasonló szolgáltatást, az jóha tudja, hogy Szingapúrban olyan fejlett az autómegosztás, mint a világ egyetlen más városában sem. Ha hihetünk a szingapúri energiaügyi minisztérium honlapjának, a városnak fejlett számítógépes villamos energiairányítási rendszere van. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára az energiatermelő erőművek és az átviteli hálózat távfelügyeletét és irányítását. Egy másik intelligens rendszer a gázvezetékhálózat valós idejű felügyeletét biztosítja. Az operátorok napra kész adatokat kapnak a rendszer állapotáról, a nyomásról és más kritikus adatokról. A gázdinamika digitális elemzései segítik a szolgáltatót, hogy gyorsan tudjon reagálni, bármi rendkívüli történik. A sziget földrajzi adottságai korlátot szabnak a növénytermesztés és a vízhasználat számára, de itt is technológia van a segítségükre. Szingapúrnak 4 új víztisztító telepe van, amelyek a város teljes vízszükségletének 30%-át lefedik. Ez az arány elérheti az 55%-ot az elkövetkező évtizedekben.
és hogy minimális helyen minél több növényt termesztessenek, moduláris vertikális farmokat építenek. Ez egy magas fémszerkezet, benne mobilágyásokkal. A modulok folyamatos mozgatása biztosítja, hogy a víz és a nap egyenletesen éri a növényeket a szerkezet minden részén. Az intelligens nemzet stratégia nem hagyja kívül az egészségügyi szolgáltatásokat sem. Szingapúrban több kórház is kínál telemedicina szolgáltatásokat. A páciensek az otthonukban kapják az ellátást, az orvosok pedig szenzorok és vezeték nélküli kommunikáció segítségével figyelik az egészségügyi értékeiket. Az Egészségügyi Minisztérium által kifejlesztett iHealth alkalmazás információt nyújt a klinikáról és a személyzetről, sőt, webkamerán keresztül azt is meg lehet nézni, hogy milyen hosszú egy sor. Egy másik érdekes projekt keretében érzékelőket telepítenek a fürdőszobákba, hogy az idős és beteg hozzátartozóikat az emberek távolról is nyomon követhessék. A hatóságok nem tervezik, hogy ezen a ponton megállnak. Folytatni szeretnék a város modernizálásának ütemét. Szingapúr az eddig bemutatott és sok más technológiai projekttel már jelenlegi állapotában is fényes példa más városok és kormányok számára. Ezt a fejlődést látva őszintén szeretném látni, hogy több politikus fog nem csak a személyes meggazdagodásra, hanem a körülötte lévő emberek jólétére is gondolni. Ha elmondod az ismerőseidnek, hogy Szingapúrba utazol, az első dolog, amit hallani fogsz tőlük, csak rágót ne vigyél magaddal. Nagyon magas bírság jár a földre köpött rágógumiért, vagy az eldobott cigarettacsikkért. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehet, de ezekből van elég, és bőven van hova dobni a csikket is. Természetesen vannak, akik az utcán dohányoznak, menet közben dohányoznak, de amikor elszívták a cigit, nem dobják el a csikket, hanem a legközelebbi csikgyűjtőbe teszik. Szingapúr nem csak azért tiszta, mert nem szemetelnek az emberek, hanem azért is, mert rendszeresen takarítanak. Mindenhol vegyszerrel tisztítják a járdákat, és egy bevásárlóközpont WC-jét nem lehet megkülönböztetni egy 5 csillagos szálloda hasonló helységétől. Sem látványra, sem szagra. Lehetetlen kikerülni a zöld környezet kérdését, amely minden megapoliszban égetően fontos. Évek óta dolgoznak egy zöld város koncepción. Még a városközpontban is parkról parkra lehet sétálni. A betondzsungelt azzal teszik elviselhetőbbé, hogy buja trópusi növényzettel veszik körül. A parkok, terek, pázsitok és hatalmas botanikus kertek mellett még a felhőkarcolók tetején is zöld területeket találunk. A leghíresebb szingapúri park a Gardens by the Bay nevet viseli. Liget formában 18 darab mesterséges, úgynevezett szuperfát emeltek, melyek egyenként 25-50 méter magasak. Törzsükön kúszó növények kapaszkodnak. Ezek az emberalkotta óriások nem csak Szingapúr, hanem a környezetvédelem szimbólumai is. Koronájukon napkollektorok vannak, ezek energiáit a park megvilágítására használják, és esővizet gyűjtenek, amivel pedig öntöznek. Szingapúr a világ azon kevés megavárosainak egyike, ahol bátran lélegezhetünk egy mélyet. Olyan város, amely jobban odafigyel a gyalogosokra, mint az autósokra. Olyan város, ami azt tűzte ki célul maga elé, hogy a legélhetőbb legyen a világon, és jó úton halad afelé. Olyan város, ahova mindenki vissza akar térni, ha egyszer járt ott, hogy újra érezhesse a jövő érintését. Mára ennyi volt, kedves nézőim. Kattintsatok a like-ra, ha valami újat tanultatok a videóból, és írjatok kommenteket is. Hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!